jelzünk, hogy elindulunk. És ha nem jön semmi, akkor szépen ügyesen vár be, míg elmegy az autó. Az uniós parlament tájékoztatása szerint az újonnan elfogadott jogosítványra vonatkozó szabálytervezet azt célozza, hogy a járművezetők felkészültebbek legyenek a valós vezetési helyzetekre, tisztában legyenek a kockázatokkal, különösen a veszélyeztetett úthasználókkal kapcsolatban. Amiket ők szeretnének, hogy 17 évesen lehessen jogosítvány, szeretnék B kategóriára, 18 évesen C kategóriára, ez Magyarországon mind élnek. Pontosan ebből kifolyólag, hogyha 17 évesen valaki Magyarországon levizsgázik, Európában ezt a jogosítványt nem igazán használhatja. Próbálnának olyan változást behozni, hogy jeges úton, havas úton történjen a képzés. Az idei évben 2 olyan nap volt, amikor ezt a jeges utat ki tudtuk próbálni a tanpályán, az ABS-t bemutatni a tanulóknak. Tehát ez szerintem kivitelezhetetlen lenne a magyar körülmények között, ha csak nem szimulátoros képzésre gondolkodnak. Az Európai Parlament a tagállamokra bízná többek között annak eldöntését, hogy kell-e a tapasztalatlan járművezetőknek legalább 2 éves próbaidőszakot teljesíteniük. Nem tudom, hogy mennyire kivitelezhető, amikor a 17 éves fiatal ember levizsgázik, és másnap a szülő odaadja neki az autót, hogy menjen el buliba. Tehát a szülő nem fog mellette autózni, és hát én szerintem kivitelezhetetlen ez a dolog. A 2 éves időszak alatt bizonyos korlátozások vonatkoznának az új sofőrökre, például szigorúbb büntetéseket kapnának a nem biztonságos vezetésért. Egy nagyon helyesnek tartom, mert nagyon sok a baleset, és ez lehet, hogy egy kicsit mérsékelni ezt a rengeteg halálos balesetet. Ezt tudom hozzászólni, nem tudok mást. Amilyen nagyon fontos lenne változtatni, hogy ne legyen annyi száraz út, akkor is rengeteg a baleset, hajtanak a fiatalok drága kocsikkal, ugye. Az EP képviselők nem támogatták az idősek vezetői engedélyének érvényességi idejének csökkentését, hogy elkerüljék a hátrányos megkülönböztetést. Szerintem jó lehet. Egy kis próbaidő, főleg a fiataloknak, de inkább én arra azt mondanám, hogy az öregeknek kéne, inkább ezt kéne szabályozni. 85 év felettieknek velük szokott inkább a probléma lenni. De a fiatalokra is oda kéne figyelni, hogy jó lehet egy ilyen próbaidő szerintem. Az uniós vezetői engedélyekre vonatkozó szabálytervezet ügyét a június 6-a és 9-e között esedékes európai parlamenti választások után megalakuló új összetételű európai parlament viszi tovább.